A lehető legrövidebbre zárta a Vasas Óbuda elleni párharcot a Nyíregyháza, a hazai 3-0-ás meccset követte egy idegenbeli 3-1-es győzelem, majd a vasárnapi Continental arénában aratott 3-1-es siker pontot tett az elődöntő végére. Németh Szabolcs vezetőedző szerint eddig minden a tervek szerint alakul. Én abszolút elégedett vagyok, mondhatni maximálisan, mert ugye ez volt az első ilyen kis részcélunk, hogy bejussunk a bajnoki döntőben, és én úgy gondolom, hogy bár az elmúlt időszak, most kicsit elfüggetlenítve a kupa 4-es döntőtől, nem nagyon veszítettünk szetteket, de ezek az is közrejátszott, hogy nem is nagyon játszottunk olyan csapatokkal, akik ellenállást tanúsítottak volna. A kupa elődöntőben rögtön találkoztunk egy nagyon magabiztos, éhes Újpesttel, ők ott egy kicsit megrángatták azt a bizonyos oroszlánbajuszt, és nagyon jól tudtuk azt, hogy egy bajnoki elődöntő miről szól, tehát egyikünk se gondolta se a stábba, se a játékosok közül, hogy itt 3x3-0-val fogunk bemenni a bajnoki döntőben. Bíztunk abban, hogy 3 mérkőzésből le tudjuk zárni a párharcot, mert nagyon-nagyon szükségünk volt erre a hétre, ami rendelkezésünkre áll, hál' Istennek, hogy fel tudjunk készülni a bajnoki döntőre. A másik elődöntőben a Békés Csaba 3-1-re múlta felül a Kaposvárt. Az alapszakaszban a Viharsarkiak nyerni tudtak Nyíregyházán, majd Csabán visszavágott a Fátum. A Magyar Kupa döntőjében Németh Szabolcs együttese bizonyult jobbnak a két csapat találkozóján. Én úgy gondolom, hogyha az egész bajnokságot nézzük, akkor abszolút a papírforma döntő kerül megrendezésre, mert mind a Békés Csaba és mind mi azért elég stabil, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk az egész bajnokságban. Már egyszer játszottunk egy döntőt, az a kupában volt, ott sikerült győztesként elhagyni a pályát, ez a célunk a bajnoki döntőben is. Nagyon jól tudjuk, hogy ez egy teljesen más mérkőzés sorozat lesz, mert itt sorozat lesz, tehát itt 3-szor kell legyőzni az adott ellenfelet. Nagyon-nagyon-nagyon magabiztosan, önbizalommal telve fogunk menni, de nem elbízva magunkat. Tehát nem fogjuk elbízni magunkat, függetlenül attól, hogy már egyszer legyőztük őket a kupadöntőben. Felkészülünk, és a lehető legjobbunkat próbáljuk majd nyújtani. A Békés Csaba elleni döntőt hétfőn hazai környezetben kezdi a Fátum Nyíregyháza. Az aranyérem megszerzéséhez 3 győzelemre van szükség. Ha 5 meccs kell a döntéshez, akkor is zárul a finálé április közepéig, mivel elkezdődik a válogatott felkészülése az Európa-bajnoki selejtezőkre és az Európa Ligára. A keretbe két nyíregyházi játékos, Pintér Andrea és Tóth Fruzsina került be.